magyarázd el nekünk ezt a népies rock and roll dolgot, hogy ez most ez, hogy van ez? Hát nem tudjuk mi se. Csak olyat muzsikálunk, amit szeretünk. Tehát azért nem kezdek el játszani, hogy játszok egy népies slágert, mert egyáltalán nem játszok slágereket, nem is akarok. Csak olyan népzenéket muzsikálok, ami úgy már berúg, hogy egyébként is muzsikálom. Muzsikálom cigányzenekarral, barátaimmal, népzenészekkel, akármikor. Csak ilyet, és most már ebből összejött egy ilyen bő órás műsor, és erre kért fel a Szűcs Gábor minket, hogy ilyet muzsikáljunk, és ez a második ilyen koncert volt életünkben. Azért jó a Rackával együtt muzsikálni, meg a Gyurival is, mert egy nyelvet beszélünk, és ez a népzene. Ez legyen a fekete népzenétől egészen Georgiából, vagy akár messzebbi tájakról, és a magyar népzenéről az őszinteség, a tisztaság és valami olyan mélysége, amit nem kell magyarázni, hanem csak fel kell venni a hangszert, és emberektől embereknek kell, hogy szóljon. Szali, köszönjük szépen mindent, nem csak a bulit, sok szép zenét. Kedves közönség, köszönjük szépen!